Tóth József képviselőtársnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa októberi ülésén elfogadta Magyarországi Helyi és Regionális Demokrácia című jelentéshez kapcsolódó ajánlását. A dokumentum rendkívül kritikus megállapításokat tartalmaz a magyar helyi önkormányzati jogok állapotára és alakulására nézve. Kongresszus mély aggodalmát fejezi ki a korábbi önkormányzati jogok rendkívül erőteljes újraközpontosításával, korábbi önkormányzati hatáskörök jelentős csökkentésével és az önkormányzatiság alapjogának meggyengítésével kapcsolatosan. Komoly gondot okoz az önkormányzatok államtól való pénzügyi függése. Az ajánlás egyenesen úgy fogalmaz, idézem, nem tartják tiszteletben a helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának alapjogát, eddig az idézet. Kiemelik, hogy az átalakítások során a kormány az önkormányzatokkal nem folytatott valódi párbeszédet, csak formális konzultációkat. Kongresszus szerint a magyar jogrendszerben nem létezik olyan jogorvoslati lehetőség, amely garantálná az önkormányzatiság alapjogának védelmét, és amely valódi jogot biztosítana az önkormányzatoknak arra, hogy bírósághoz fordulhassanak az önkormányzatiság alapjogának védelme érdekében. Mindezekre tekintettel kérdezem, hogy van-e álláspontja jelentéssel kapcsolatban a kormánynak, ha nincs, akkor a tárcának, és mit kívánnak tenni. Köszönöm, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm.